Hát, hello, szia mindenkinek! Kicsit elmaradtam az elmúlt pár napban. Elnézést kérek ezért, mentségemre váljék, hogy sikerült egy kicsit lebetegednem. Ritkán vagyok beteg egy évben egyszer körülbelül. Ez sem annyira vészes igazából, csak ki akartam feküdni, hogy ne is legyen komolyabb következménye. Picit olyan orhangom van még, meg kicsit ilyen Charlie-ra hajazok ugye az elmúlt pár napban, de hát nem baj, mert jég dupla viszkivel, tehát hogy mehetnék karaokizni, elénekelni. A kollégáim szívják is a véremet vele, hogy Isten, milyen hangod van. Főleg reggel, amikor felkelek, akkor nagyon szörnyű. Na de mindegy, közben ugye volt egy Mikulásunk, kaptam Mikulás csomagot, nem kaptam birgácsot, teljesen meg is lepődtem, hogy hűha, ilyen jó kislány voltam idén, hát nem tudtam volna, de nem baj. Kaptam Mikulás csomagot, egy üldőhelyemben meg is ettem az összes csokit belőle. Úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. Bent a munkahelyemen az utolsó 2 hetet tapossuk, úgyhogy hát gyakorlatilag ilyen évvégi agyvérzés van, hogy mindenkinek minden az utolsó pillanatban kell, mindenkinek gyorsan még meg kell oldani ebbe a 2 hétbe a dolgokat, én már csak 18-áig dolgozok, úgyhogy ez az utolsó 2 hét, illetve hát most már csak másfél hét, ez így eléggé húzós lesz, de nem baj, mert mindjárt itt a karácsony. És ha már karácsony, akkor erről beszélnék egy kicsit, ezt hoztam nektek témának. Tudom, hogy már csapból is ez folyik, meg tudom, hogy az összes vlogger, akit hallgattok, már 3000-szer átrágta ezt a karácsonyi témát, de én se akarok kimaradni a sorból, mert ez egy olyan dolog, amit ilyenkor mindenki elmondja a véleményét ezekről a dolgokról. Nálunk úgy szokott zajlani a karácsony, hogy én 24-én én hazamegyek édesanyámékhoz, ugye mivel nincsen gyerekem, ezért ugye a Szenteste még egyelőre ott töltődik. Gyakorlatilag halálra zabáljuk magunkat így 24-én, meg 25-én, meg 26-án, ugye családlátogatáson megyünk édesapámhoz, rokonok jönnek, mennek, ugye mint mindenhol. És ez így tök szép, meg tök jó, ugye körbeüljük a fát, nagymamám külön kérésére mi szoktunk énekelni is, úgyhogy kis karácsony, nagy karácsony van, meg mennyből az angyal, meg minden ilyen karácsonyi zenét mi ilyenkor nagyon szép bárhangon, zárójelben, bár csak abba hagynád, hangon el szoktuk énekelni, hogy ugye meg legyen a feeling, csillagszórót gyújtunk, nagyon szép szokott lenni, a húgomnak van egy ilyen saját kis képi világa, hogy nálunk úgy szokott kinézni a karácsonyfa, hogy egy vagy maximum két színű. Tehát nekünk van otthon nagyon-nagyon sokféle karácsonyfa díszünk, de tavaly például rózsaszín ezüst volt. Nagyon-nagyon jól néz ki, nincsen szaloncukor a fán, nem egy ilyen tipikus össze-vissza mindenféle színű, meg mindenféle színességű karácsonyfa, olyan kis dizájnos, a húgom elég modern. És ugye ezt itt szeretné haza is vinni, anyu kibékül ezzel, a mamának meg tök mindegy. Én meg ugye nem élek otthon, olyankor látom a fát, amikor ugye ott vagyok karácsonykor, de hát nem nézem én azt egész nap, persze ő lakik ott, ugye az ő igényei szerint van kialakítva ez a karácsonyozás. És ha már ugye itt tartunk karácsony, hát van nagyjából karácsonyig olyan 2 hetünk, 3. És gyakorlatilag már most azt látom, de hát nem meglepő, mert ez minden évben így van, hogy meg vannak bolondulva az emberek. Be fogok tenni egy képet most. Remélem jól megnézte mindenki. Hát ez egy ilyen szerelem első látásra akar lenni, 4-es, 6-os vonala, a Király utca. Gyakorlatilag úgy gondolta az autós, hogy hát ő biztos, hogy egyrészt kámforrá tud változni, hogyha elindul a villamos, másrészt meg ő biztos erősebb, mint az a pár tonnás kis jármű, és ő úgy döntött, hogy gyakorlatilag a zebrán keresztül átvágva a gyalogosokon az induló villamos elé így kikanyarodott, majd amikor a villamos természetes módon neki ütközött, mert nem tud megállni 1 század másodperc alatt, akkor a sofőrbácsi kiszállt, és amit el tudtok képzelni, édesanyja jobbról-balról emlegetésével elküldte a buszba a villamosofőrt. Hogy mi? Tehát, hogy ő volt a hülye, ő volt a hibás, meg vannak bolondulva az emberek. Engem valamelyik nap elsodort egy autó, mentünk át a zebrán, biciklis zebrán, tehát még csak az sem, hogy a gyalogosoknak fenntartott zebrán, én biciklivel átmentem volna, mert úristen, nem, ilyet nem, semmi erről nincs szó. Biciklis zebrán megyek át, a nő beáll,
a zebrára, majd amikor rájön, hogy ő rossz helyen áll, mert látta, hogy nem fér át, de azért át kell menni, mert ilyenek az autósok, akkor megfogta és visszatolatott, anélkül, hogy belenézett volna a visszapillantó tükörbe, hogy van-e mögötte valaki. Na hát volt én. Hál' Istennek semmi komoly baj nem volt, tehát tényleg körülbelül öttel, ha nekem jött az autó, nem is erről van szó. Na de inkább a nő reakciója, ami bosszantott, ugyanis gyakorlatilag semmi. Tehát megfogta, és nézett mereven utána maga elé, hogy hát jó, ez is megtörtént. És hát én egy picit felhevültebb állapotomban voltam, ugye hisz az előbb azért ugye autóval kicsit meg lettem koccintva, és hát odaálltam az ajtóhoz, és picit emeltebb hangon megkérdeztem tőle, hogy te ezt mégis hogy gondoltad, hogy legalább annyit oda böknél, hogy bocs. Erre annyit mondott a nő, hogy láttam, hogy elütöttelek. Ja, hogy ja, tök jó. Szóval személyesen is tapasztalom, hogy meg vannak bolondulva az emberek. Nagyon-nagyon sok autóbalesetet látok az elmúlt pár napban, benn dolgozom ugye a belvárosban, reggel megyek, este jövök biciklivel, főleg a délutáni órák, ami nagyon-nagyon durva, tehát így annyira oda kell figyelni arra, hogy megyek, én is hiába megyek szabályosan, hiába a bicikli úton közlekedek, egyszerűen meg vannak bolondulva, két sávba megy három autó, mert előz, nem bírja kivárni, kielőzi, beáll a piros lámpához, bevág a piros lámpánál eléjük, dupla záróvonalon kanyarodik vissza, megpördül a levegőbe kétszer, tehát egyszerűen elmebetegek az emberek, meg lehet érezni mindenki, hogy jön a karácsony, egyre közelebb van a karácsony, és még meg kell venni az ajándékokat, és úristen, most mi lesz, és megyek, felveszek hitelt, hogy meg tudjam venni a nem tudom kinek a plazma tévét hitelre, ne erre majd még kitérek, és egyszerűen annyira elmebeteg, meg annyira figyelmetlenül közlekednek a gyalogosok, a biciklisek, az autósok, akiknek így benne van az agyában, hogy karácsony, 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 jön a karácsony, meg kell őrülni, hogy nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell. A másik fele a plázák. Bekeveredtem valamelyik nap az Őrsvezér téren az Árkád Sugár párosba, hogy ennyi embert, komolyan mondom, Budapest úgy, ahogy van, bent volt az Árkádba. Tehát, hogy annyira sokan vannak, annyira tömve van minden. És ráadásul nem is egy hétvégi napon voltam, hanem hétköznap délután. Tehát, hogy nem is értettem, hogy honnan kerül ide ennyi ember, de hát ott voltak, és felvásárolnak mindent, és én azt is egy nagy kamunak tartom, hogy karácsony, és akkor minden le van akciózva, mert a jó fenéket, mert akárhogy voltam bent boltban, mindenre egy picit rá van téve az ár, és úgy van leakciózva. Tehát, hogy nagy álpágásám ez a hűde karácsonyi akcióban, mert egy picit mindenre rátesznek, hogy az jó legyen. Nekik is, hisz ugye karácsonyban úgy is megveszed, rohansz, nem mész végig az összes bolton. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy én időben elintéztem ezt a karácsonyi bevásárlás dolgot. Egyetlen dolgot kellett már csak megvennem, ugye, ami miatt én bementem most a napokba. Úgyhogy nekem le van tudva az összes rokonomnak, minden ismerősömnek a karácsonyi ajándékvásárlás. Én örülök neki, hogy idén így sikerült elintézni, mert tavaly 22-én még ajándékokért rohangáltam, ami minden volt, csak nem nyugtató érzés. Nem azért, mert hogy nem fogok találni valamit, hanem mert nem szeretem a tömeget, nem szeretek úgy bemenni egy plázába, hogy két lépés nem tudsz tenni, anélkül, hogy ne lenne itt egy gyerek, ott egy hisztis ember, ott egy összevesző pár, ott egy csókolózó pár. Én nem szeretem ezeket, és én próbálom ezt úgy intézni, hogy szépen kényelmesen már így novemberben legyenek meg a dolgok, hát most egy picit átcsúszott decemberbe, de azért ez annyira nem nagy tragédia. Szóval jön a karácsony, és ugye megbolondulnak az emberek, rohannak, plázákban tömve vannak, és akkor jön az a rész, amikor így kinek mit vegyünk. Nekem sem egyszerű a családom ebből a szempontból, nálam is vannak problémásabb esetek, akiknek el kell gondolkodni komolyabban, hogy tényleg mit tudnék neki venni, mert nem, egyszerűen nem biztos, hogy úgy örül neki, vagy megveszi magának évközben azokat a dolgokat, amikre úgy tényleg szüksége van, a hülyeséget meg nem akarok venni, mert annak nincs értelme. És akkor jönnek ezek a nem feltétlen városi legendák, amikor én a két szememmel látom, hogy hitelt vesz föl valaki azért, hogy karácsonyi ajándékot vásároljon. Itt most megállok egy pillanatra, mert ez nekem olyan szinten nonsens, hogy én emlékszem még gyerekkoromban, hogy miről szólt a karácsony. És én annyira hiányolom azt a mai társadalomból,
hogy tényleg arról szóljon a karácsony, ami, és nem pedig arról, hogy ki tud drágább ajándékot venni a másiknak, és ki tudja nagyobb hitelbe, meg adósságba verni magát azért, mert karácsony van. A legjobb ajándékok szerintem mindig személyre szabottak, és az lehet akármilyen apróság, mert ha szeretettel adják, és egy olyan embertől kapod, akit te szeretsz, és tényleg közel áll a szívedhez, akkor adhat egy fogpiszkálót is karácsonyra, én annak is örülni fogok, mert tőle kaptam, és mert nekem szánta, és rám gondolt, mikor vásárolta. Én nem hiszem el, hogy normális dolog az, hogy műszaki cikkeket veszünk karácsonyra, halomba, több százezer forintért. Jó, persze vannak emberek, akik megtehetik, nem arról van szó, én nem irigylem tőlük, de az, hogy én hitelbe verjem magamat, amit nem fogok tudni kifizetni már az első részletet januárban, mert nincsen pénzem, én ezt nem tudom feldolgozni. És vannak ilyen emberek. Dolgoztam adósságkezelésen még évekkel ezelőtt, és például a januári időszakban pontosan ilyen hiteleseket hívogattunk, illetve nem januárban, hanem olyan március környékén, mert nagyjából 3 hónap volt a türelmi idő, pontosan ilyen hiteleseket hívogattunk, hogy felvette a hitelt, műszaki cikket több százezer forint értékben vásárolt karácsonyi ajándéknak, és egyszerűen nem fizeti a részletet. És itt most nem arról van szó, mert persze vegyünk fel áruhitelt, hogyha úgy van, én nekem is volt áruhitelem, például a biciklimet azt én áruhitelre hoztam el, mert tudtam, hogy nem fogom összespórolni az árát, ki tudtam fizetni persze a részletre, nem is ezzel van a probléma, hanem az, hogy semmi másról nem szól már a karácsony, mint arról, hogy kinek mit vegyen. És egyszerűen elveszíti ez az ünnep az értékét, hogy arról kéne ennek szólnia, hogy összeülünk a családunkkal, és tényleg ott vagyunk, találkozunk azokkal a rokonokkal, akikkel évközben nem tudunk, mert távol lakunk tőlük, mert nincsen rá időnk, mert olyan az elfoglaltságunk, más az életvitelünk. És itt találkozhatnál ezekkel az emberekkel, tényleg leülhetnétek egy jót, kajátok egy jót, beszélgettek, társasoztok egyet, megisztok egy pohár bort az este végén, tényleg jó hangulatban teljen el, zenét hallgattok, megnézitek 27 ezredjére a reszkesetek betörőket, és erről kéne szóljon a karácsony. Nem pedig arról, hogy kikinek vett drágább ajándékod, és egész nap feszültség van, mert hiszti van, mert úristen jönnek a vendégek, mert még mindig nem készültem el a karácsonyi ebéddel, és úristen még nincs feldíszítve a fa, és most mi lesz, és mindjárt itt vannak anyámék, és még nem vagyok kész semmivel, és még nem öltöztem át. Ennek mi értelme van? De az emberek csinálnak egy fölösleges stresszt maguknak abból, hogy karácsonykor át kell hívni a családot, csinálnak egy fölösleges stresszt abból, mit főzzenek, fölösleges stressz megy arra, hogy tényleg kinek mit vegyél, mennyibe fog kerülni, hogy eladósodsz és nincs mit enned december 27-én, mert 24-25-26 megetted a karácsonyi kaját, és elbasztod az összes pénzedet arra, hogy fölöslegesen vásárolsz olyan dolgokat, amikre egyrészt lehet, hogy nincs is szüksége annak, akit vettél, kettő, hogyha mégis van, akkor sem hiszem, hogy arról kéne szóljon a karácsony, hogy én most neked vettem egy 150 ezer forintos okostelefont, mert megtehetem. Én úgy gondolom, hogy akkor is szép kéne legyen a karácsony, ha senki nem vásárol senkinek. Én tudom, hogy többen vannak így, akik így gondolják, mint én, és ha valakit esetleg megbántok közben ezzel, hogy én ezt így gondolom, akkor bocsánat, de nekem ez a véleményem erről, és ugye ez most itt arról szól, hogy én elmondom a véleményemet. Nem akarok ezzel senkit bántani, de úgy gondolom, hogy simán be lehetne egy olyan karácsonyt vezetni, amikor nem vesz senki senkinek ajándékot. De komolyan. Hát ne azért álljon ott az a karácsonyfa, hogy azon stresszeljél előtte hónapokon keresztül, és megfulladjál a bevásárlóközpontba, és összetörd az autódat a bevásárlóközpont felemenet, hogy mit vegyél a másiknak. Nincs értelme. Ha valamit akarsz venni édesanyádnak, akkor azt megteheted évközben is. Persze ez egy tök jó alkalom rá, meg ajándékozzuk meg a másikat, meg tényleg jó érzés adni, de amikor ez már egy terhet jelent az embernek, amikor ez már egy teher, amikor neked már gyomorgörcsöd van attól, hogy megint nem tudom, hogy mit vegyek az anyámnak, mert nem örül semminek, akkor minek? Akkor nem értem, hogy minek csinálják ezt az emberek. Én is csinálom persze, mert valamilyen szinten társadalmi elvárás az, hogy karácsonyi ajándékot vegyünk, semmi gond nincsen ezzel. Mi meg szoktuk például beszélni az én családomban, pontosan azért, hogy egyrészt senki ne verje hitelbe magát, másik ne vegyünk hülyeséget a másiknak, hogy kinek mire van szüksége. Valamilyen szinten
bele lehet kötni, hogy elveszíti ugye a meglepetés így az erejét. Persze tök jó dolog, ha az ember ott van a fa alatt, és izgulhat, hogy tényleg mit kapok, és ott van az öröm, és látod a másik arcán, amikor kinyitja. De kevés olyan család van, ahol ez tényleg úgy működik, hogy szeretettel adnak, stressz nélkül, mindenféle probléma nélkül megoldják ezt a karácsonyi vásárlást, mert a legtöbb ismerősöm, akit látok, az már októberben azon stresszel, hogy úristen, mindjárt itt a karácsony, és még nem tudom, hogy kinek mit vegyek. Úgyhogy nagyjából nekem ez az elképzelésem így a karácsonyról, hogy nem tartom okos dolognak, hogy nagyon sok ember egyszerűen elveszítette az ünnep azt az alapvető értékét, amiről ennek szólnia kéne, és ugye az maga a szeretet. Én úgy gondolom, hogy nem sértődnék meg, egyáltalán nem tennék, egyáltalán nem lenne rossz érzésem, ha nálunk úgy működne, hogy mi nem ajándékozunk, mert nekem az a lényeg, hogy ilyenkor átmegyek édesanyámhoz, és meg tudom ölelni, és tényleg ott van a nagymamám, ott van a húgom, ilyenkor találkozom édesapámmal is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ott vagyok a családdal, és tényleg kajálunk egy baromi nagyot, mi nálunk rántott hússal, két szelet hús közé beteszek egy harmadikat, is így ezt én megeszem, közben megy egész nap a reszkesetek, betörök meg az összes ilyen hülye karácsonyi műsor, amit ugye ti is 2 milliószor láttatok már, és beszélgetünk, társasozunk, van otthon tabunk, van otthon activity-nk, van egy csomó ilyen kvízjátékunk, ilyen legyen ön is milliómoshoz hasonló, ilyen kártyajáték, pókerezünk, tehát teljesen mindegy, ami eszünkbe jut, és együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat, megiszunk egy üveg szangriát közben, így ugye sokan, és erről kéne, hogy szóljon a karácsony, hogy jól érezzük magunkat. És hogyha emellé pluszban be tudja tenni az ember ugyanezzel a könnyedséggel az ajándékozást, akkor az egy gyönyörű dolog, és ott szól arról a karácsony, amiről kéne. De amíg stresszelünk, és amíg idegbetegek az emberek, és nem tudok hozzászólni a kollégákhoz, nem tudok hozzászólni a barátaimhoz, mert egyszerűen meg van bolondulva teljesen, hogy jön a karácsony, és mi lesz, én ezt nem tartom normális dolognak, és én nem is szeretem. Én úgy gondolom, hogy ma igazán csak a gyerekek tudják ezt élvezni, mert ők nem látják még ennek a hátulütőjét. Ők még rajzolnak valamit anyának, apának, tök örülnek, izgulnak, hogy mi lesz a dobozba, mi lesz a karácsonyfa alatt. Ők még élvezik felnőttként egyre kevésbé, és ez nagyon szomorú szerintem. Na de ne szomorkodjunk, hisz ugye azért a karácsony ez csak egy vidám ünnep. Egyébként én is készülök már rá. Nem igaz, hogy nem várom a karácsonyt, hisz azért van egy csomó olyan mellék dolog benne, amit viszont nagyon szeretek, ugye ezt már elmondtam, hogy ilyenkor együtt van a család, és ez szerintem egy tök jó dolog. Remélem, hogy túlélem még ezt a másfél hetet biciklivel, mert egyszerűen a botrány, ami bent van a városban. Megpróbálom kikúrálni magam karácsonyig, mert nem biztos, hogy ilyen 100-ös zsebkendő halomban szeretném tölteni az ünnepeket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál egy kicsit. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így van, akkor iratkozz fel. Karácsonyig azért még persze jelentkezem, még egyszer bocsánat tőletek ezért a kis kimaradásért, majd most próbálom pótolni a dolgokat. Most megyek, főzök egy jó risottót, mert elég idő van, aztán el kéne készülnöm bele vacsorára. Úgyhogy szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!